Varga Zoltán képviselő, a DK képviselője. Alszunk még párat, és arra ébredünk, hogy az önkormányzatok fele tönkrement címmel. Öni a szó, képviselő. Szépen, elnök úr! Az a helyzet, hogy soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen késő esti órán egyet fogok érteni Bannai államtitkár úrral. Mit is mondott ezelőtt egy pár perccel? A kormány nem kívánja gyámság alá venni az önkormányzatokat, és maximálisan igazat kell adjak neki. Tudnilik, az előttünk fekvő 2021-es költségvetésnél tényként kezelhetjük, hogy az önkormányzatokat érintő rész nem más, mint egy bunkós bot a kormány kezébe, mégpedig lenne az önkormányzatokkal szembeni leszámoláshoz való fontos eszköz. Hogy miről is beszélünk, rengeteg példát tudnék felhozni ezzel kapcsolatosan, engedjék meg, hogy két rövid példát mondjak. Az egyik a helyi iparűzési adóból származó bevételek. Tudjuk most már nagyon jól, hogy 2021-től az önkormányzatok nem használhatják fel ezt az iparűzési adóbevételt arra, amire akarják. Többek között nem fizethetik az önkormányzati dolgozók bérét, vagy beszélhetünk nyugodtan arról, hogy elvették annak a lehetőségét is, hogy az ingatlanokon elhelyezett reklámhordozókra az adott önkormányzat adót vessen ki. De természetesen látjuk azt is, hogy a kormány érzi, hogy ez így nem lesz jó, hogy a bevétel nélkül egyenes és rövid út fog vezetni az önkormányzatok számára a csőd felé, és ezért megpróbálják megkönnyíteni az önkormányzati hitelfelvétel lehetőségét. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy azt a lehetőséget, amit 2010-11-ben amúgy megszüntettek az önkormányzatok számára, most a települések jelenleg csak kormányzati engedéllyel vehettek eddig fel hitelt, jövőre erre már nem lesz szükség, 1 milliárd forint összegben bármelyik önkormányzat bátran verheti magát adósságba, és kerülhet akár adósság spirálba is. Érdekes azért az Orbáni taktika, hiszen meghagyta azt a lehetőséget, mondhatnám azt is, hogy azt a politikai fegyvert, hogy a miniszter döntheti el, és tilthatja meg, vagy engedélyezheti bármely önkormányzat számára a hitelszerződés megkötését, és ez így nem más, mint ahogy az előbb is mondtam, ez egy nagyon erős politikai fegyver, ami még inkább kiszolgáltathatja, és politikai alapon akár hátrányos helyzetbe is hozhatja az ellenzéki önkormányzatokat. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért óvatosan kezelendő ez a kormánypárti települések vezetői számára is, hiszen ezzel nagyon könnyen adósság spirálba kerülhetnek különben ezek az önkormányzatok. És hát mit is mondott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, pontosan egy májusi felmérése alapján az önkormányzatok helyzetével kapcsolatban. Az önkormányzatok helyzete siralmas. A városok és falvak mindösszesen 14%-a képes működni fél éven túl hitelfelvétel nélkül, ugyanakkor majdnem 19%-uknak nincs egyetlen fillér tartaléka sem. A települések majdnem kétharmadának okoz megoldhatatlan pénzügyi gondokat a gépjárműadó elvétele is. És amiről hallgat a kormány, az az, hogy az ország 3200 önkormányzatából 2300 más adóbevétel pedig egyáltalán nem is rendelkezik. Általában ezeken a településeken amúgy nincs már működő vállalkozás sem, ami például iparűzési adót tudna fizetni, de nincsen turizmusipar sem, így hozzá kell, hogy tegyem, hogy kellemes a hasznosba, hogy azt kell mondani, hogy nem érinti őket az idegenforgalmi adó befizetésének kivezetése sem. És nagyjából 900 településről beszélünk, ahol ugyan van iparűzési adó, de ezeken a településeken viszont a gazdasági visszaesés és nagy valószínűség szerint akkora, hogy olyan csökkenő bevétellel számolnak ezek az önkormányzatok, amely a működési költségvetésükön akár 70%-os lukat is üthet. És ráadásul az az intézkedés, hogy december 20-ig ezentúl nem kell feltölteni az előleg és a tényleges céges teljesítmény közötti adókülönbözetet, már ebben az évben is súlyos működési és likviditási gondokat okozhat nagyon sok önkormányzat esetében is. És hát mondjuk ki, hazugság nem több, mint gyenge propaganda, hogy a 2021-es költségvetés több támogatást adna az önkormányzatoknak. Ez annyira nem igaz, hogy ennek pont az ellenkezője történik majd meg. A 2021-es költségvetésben ugyanis egyáltalán nincsen többletforrás elkülönítve az önkormányzatok működtetésére, csupán az eddigi források átrendezését végzi az Orbán kormány, ez pedig nem más ebben a formában, mint csúnya szemfényvesztés. És hát igen,
Alszunk még párat, és arra ébredünk, hogy a magyar települések fele csődben van, a másik fele pedig azért küzd kétségbe esetten, hogy ezt a csődközeli helyzetet elhárítsa valamilyen módon. Mert a jövő évi költségvetés, ahogy ez elhangzott már a DK részéről, nem más, mint a gyávaság és a gyengeség költségvetése, egy gyáva és gyenge kormány öngyilkos akciója. Köszönöm szépen!